simogattam, mint valami diktátor. Sziasztok, Matilda vagyok, és ugye heti egy Harry Potteres videót ígértem a hónapban, de miért ne lehetne most heti kettő? Mármint erre az egy hétre, mert mindjárt megyek a Harry Potter stúdióba, mindjárt most rögtön megyek, szóval hamarosan megyek a Harry Potter stúdióba, és most már nagyon tombol a Harry Potter fanénem, úgyhogy gondoltam, akkor miért ne lehetne két Harry Potteres videó a héten. Ez a videó, ez a mostani videó most igazából arról szólna, hogy beszélek az országos Harry Potter versenyről, amin én még márciusban vettem részt, és igazából amiatt is megyek részben most a Harry Potter stúdióba. A videó ötlete onnan jött, hogy kaptam egy kommentet, amiben a Harry Potter versenyre kérdeztek rá, ezt a kommentet. Ezúton is köszi. És így eszembe jutott, hogy igazából én erről sose beszéltem, pedig márciusban történt, úgyhogy gondoltam, akkor most. Ennek a Harry Potter versenynek igazából az volt a lényege, hogy tényleg aki nagyon szereti a Harry Pottert, az így a Harry Potter tudását tesztelhette vele, mert hogy az első fordulóban az első és a második könyvnek a körülményes ismerete volt szükséges, és hogyha valaki tovább jutott, akkor annak pedig a harmadik könyvet, illetőleg filmet kellett betéve tudnia. Én mikor meghallottam ezt a versenykiírást, úristen, hát én nagyon tiszta extázisba jöttem, főleg amikor megláttam, hogy mi a főnyeremény. A középiskolás kategóriában angolul kellett olvasni a könyveket és megtanulni. Nekem sikerült bejutnom a döntőbe. Ott egy tesztet kellett kitölteni, amiben a harmadik könyvből és filmből voltak kérdések, de nem ilyen általánosak, hanem tényleg ilyen részletekbe menően kellett tudni a könyvet és a filmet is, mert ilyen volt az egyik filmmel kapcsolatos kérdés, hogy milyen színű volt Hagrid nyakkendője csikócsör tárgyalásán. Szóval igen, eléggé kellett tudni így a filmet és a könyvet, és na már most szerintem már föltűnt mindenkinek, hogy én itt egy gigabagyot itt szorongatok, szóval a verseny alatt lehetett pluszpontokat szerezni azzal, hogyha vittél Roxfortos házi állatot, és hát igazából vihettem volna egy plusz állatot is, de nem. Úgyhogy ő itt Hópihe. Köszönj, Hópihe! Ő az én kis bagyom, egyébként levegőn száradó gyurmából készült, hogyha valakit érdekelne. Kicsit kancsal, de azért szeretjük, és eltalálnak hozzám a levelek vele. Én őt készítettem pluszpontért, és amikor elmentem a versenyre, akkor láttam egy csomó más ember is, ugye mindenki próbált kreatív lenni, de láttam olyan bagyokat, amik rendes tollból készültek, és így úristen. Milyen ügyesség kellett ahhoz, hogy valaki tényleg összerakjon egy komplett tollas bagyot, mármint ez nem volt olyan bonyolult, jó, de szóval, hogy azért mégiscsak igazi tollak, és így komolyan akkor így elgondolkodtam, hogy hát ezt a bagyot akkor ki lehet dobni a kukába azokhoz képest. Egyébként a komment, amit kaptam, az még az első fordulóra vonatkozott, ugyanis az első fordulóban ki kellett tölteni egy testsort az első két könyvre per filmre vonatkozóan, és be kellett küldeni egy kreatív alkotást, ami lehetett rajz, fanfiction, vagy tényleg akármi, csak a harmadik Harry Potter részhez kötődjön, és én rajzoltam egy A3-as méretű montást, konkrétan felmutatni nem tudom, viszont valahova beteszem. Jeleneteket tettem rá a könyvből, és próbáltam olyan jeleneteket, amik könyvben is vannak, de igazából a film képeit vettem alapul a megrajzolásához, de valaki például egy komplett Quidditch pályát csinált. Ilyen asztal méretű Quidditch pályát így odavitt, és így wow! Szóval így én így rajzolgattam, és így valaki tényleg meg volt, valaki csinálta a Hagrid kunyhóját, az is nagyon jól nézett ki, tehát ilyen tök élethűen, meg volt festve, meg volt kis fala, meg tökök voltak a kertben, volt olyan. A Coburg Grimmust is sokan csináltak, és azok is tök jól néztek ki, úgyhogy nagyon jó alkotások születtek, és mindegyik ott volt a verseny helyszínen, miközben mi ott írtuk a kis tesztünket, és mindenki idegbe volt, közben amúgy szép táj, vagy a falak tele voltak az alkotásokkal, meg falak mentén asztalokon, úgyhogy ja, hangulatilag jó volt, inkább mindenki beöltözött valami Harry Potteres karakternek, vagy Harry Potterhez kapcsolódóan, tehát így voltak pólók, sálak, időnyerők, minden volt, minden, apjúr, minden volt. Varázspálcák is ugye természetesen kötelező kellékek voltak, bár használni nem lehetett a tesztírás közben. És egyébként egy csomó dolgot, mikor készültem fel a versenyre, egy csomó dolgot észrevettem így, nem is a könyvben, hanem inkább a harmadik filmben, tehát olyan dolgokat észrevettem, amit alapesetben nem, mert próbáltam kitalálni, hogy mi lehet az, amire rákérdeznek, és így tényleg így kockánként állítottam meg a filmet, hogy akkor most kiszűrjem a
háttérben megbújó dolgokat. Tehát például soha nem vettem észre, hogy a harmadik részben, amikor Harry ott van a foltozott üsben, ott ül egy varázsló az asztalnál, így keveri a kávéját vagy táját az ujjával, és Stephen Hawkingtól olvassa az A Brief History of Time, szóval azt a könyvet, aminek fogalmam sincs most így hirtelen a magyar címéről. Eléggé, nem az, hogy érdekes, csak így ilyen tök meglepő volt, hogy soha nem vettem észre, hogy azt a könyvet olvassam, mert soha nem olvastam el a könyv címét, mert hát kit érdekelne egy alapesetben, és így tök meglepő volt ezt észrevenni. És egyébként kérdezték a versenyen. Ja igen, fölírtam a zöldséges, meg gyümölcsös bódénak is a nevét, meg a könyvesboltot is, mindent fölírtam. Tehát olyan dolgokat megtudtam, meg megjegyeztem az Azkabani fogolya kapcsolatban, amiket soha az életben nem tudtam volna, de tényleg a könyvben is ilyeneket írtam ki, hogy hányszor jelennek meg az egyes személyek, meg ilyenek, tehát nagyon durván igyekeztem megtanulni mindent, mert tényleg nagyon hajtottam az első helyre, és egyébként sikerült is megnyernem a versenyt. Az már más dolog, hogy a főnyeremény nem éppen úgy alakult, ahogy én arra számítottam, de nem baj, most bepótlom magamnak, mert nekem van a világon a legjobb fejnővérem. Úgyhogy ez ilyen pótjutalom, ez a mostani kis kirándulás Londonba. Elméletileg, ez valahogy tavaly október környékén volt a verseny kiírás, szóval én úgy tudom, hogy szeretnék idén is megrendezni ezt a versenyt, szóval október környékén, aki általános vagy középiskolás, az keressen szerintem rá, mert egyébként egy nagyon jó hangulatú verseny volt, és nagyon élveztem még akkor is, hogyha én véresen komolyan vettem ezt a versenyt, mert nagyon-nagyon-nagyon akartam nyerni, és tényleg beteges szinten tudtam a harmadik könyvet a végére, tehát így megkérdeztek. A nővérem segített fölkészülni, ő volt a fölkészítő tanárom, és a végére már így kb. Azt tudtam, hogyha megmondta, hogy hanyadik oldalon mi történt, tudtam. Azt is tudtam, hogy melyik lábával, és kilépett rá Harry köpenyére, mikor Malfoy látja a fejét, tehát ez mindent megtanultam, komolyan mondom. Durva volt. Ugye, hópihe? De egy hatalmas élmény volt, és nagyon jó volt. Azt még el akartam mondani, hogy volt egy bónusz kérdés, a legutolsó kérdés a tesztben egy ilyen bónusz kérdés volt plusz pontért, azt hiszem 20 pontot ért, úgyhogy elég stresszben voltam, hogy tudjam. Az volt a kérdés, amúgy a bónusz, tehát egy széfet, egy ilyen kis lakadó, ilyen széfet, vagy ilyen kis széfszerű cuccot kellett kinyitni, egy háromjegyű kódot kellett hozzá megadni. A benne lévő kérdés nagyon könnyű volt, mert az volt, hogy a filmben kik alakítják a három főszereplőt, ami azért elég alap. Na de a kód, az volt a kérdés, azt kellett hozzá tudni, hogy mi Harry széf száma. Ami ugye nincs benne az első könyvben, és eleve ugye a harmadik könyvről szólt a verseny. Harry széfét azt ugye a könyvből nem ismerjük. És ilyenkor jó, hogy annyiszor láttam tényleg a Harry Potter filmeket így életem során, hogy a szinkront azt azért félig kívülről tudom, mert azonnal beugrott, hogy a 687-es széf is. És jó volt, olyan idegben volt, amikor így beírtam a kis kódot, és így imádkoztam, hogy léci, legyen ez a kód, és az lett. Ja igen, mert hogy csak egyszer lehetett próbálkozni, úgyhogy elég ideges voltam, hogy kitaláljam a jó kódot. Szóval sok mindent tudok az Azkabani fogolyról, amit nem gondoltam volna, hogy tudnék, és igen, ez egy nagyon jó verseny volt. Nagyon élveztem, mert hát Harry Potter, ki ne élvezte volna. És jövő héten megyek a Harry Potter stúdióba. Harry Potter túladagolást kap a csatornám. De hát nem baj, mindenki szereti a Harry Pottert, ugye? Így összefoglalva ez a Harry Potter versenynek a története, de hogyha valakinek még lenne kérdése ezzel kapcsolatban, akkor kommentben nyugodtan írjátok meg, és igyekszem válaszolni rá. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!